tisztelt testület, kedves barátaim, én egy dugót választottam, ami a borászatnak egy nagyon fontos eszköze. Már az ókortól kezdve ismerik a paratölgy kérgéből készült dugót, amely igazi reneszánszát a 19. században nyert el, amikor az új típusú palackok megjelentek. Ez az eszköz egyfelől a bor minőségének védelmét is szolgálja, másfelől pedig bizonyos akadályt képez a borfogyasztó és a bor között. Tehát a legnemesebb hangok egyike talán koncerteket és madárcsicsergést is meghaladó minőségű hang, amikor eltávozik a palacból ez a dugó, és hozzáférhetünk a kiváló nedűhöz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ibe úr válaszát tiszteletben elfogadom, javaslom borlovegeri taggálgatását. Halász János jelölt urat kérjük a választásra. Parancsolj. A lopótököt választottam. A lopó azért jó, mert a pincében a segítségével hozzájuthatunk a borhoz, hiszen hogyha így tartjuk, akkor beledugva, megszívva kivehetjük a hordóból a bort, és utána pedig szépen tölthetünk. Nem azért választottam tehát a lopótököt, mert politikus vagyok. Azért is tartom fordítva, hogy elmondjam önöknek, hogy lehet ezt fordítva is csinálni, ahogy Balatonfüred vagy Debrecen is csinálja, és példát mutat a nemzetnek a fejlődésben. Nem elvenni kell az emberektől a pénzt, a fejlődést, a reményt, hanem visszaadni, és ezt vissza is fogjuk adni, ahogy ezt a lopótököt is majd visszaadom azonnal. Köszönöm szépen! Tisztelettel elfogadom a választát, és gratulálok a